Magyar Siketek és Nagyot Hallók számára óriási előrelépés volt a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény bevezetése, elfogadása. Ugyanis elsősorban olyan jogokat, kötelezettségeket ír elő, ami elősegíti a hallásérült személyek, illetve jelnyelvhasználók életminőségének javítását. Első nagyon fontos terület az oktatás területe, ugyanis 2017-től bevezetésre kerülhet a bilingvális oktatás, ami azt jelenti, hogy magyar nyelven is és magyar jelnyelven is folyhat az oktatás a siket gyermekek számára speciális iskolákban kötelező jelleggel. Normál többségi iskolákban pedig most van kidolgozás alatt a szakmai módszer mindehhez. A másik nagyon fontos terület a média területe. A jelnyelvi törvény által módosult a média törvény is. Ezáltal a feliratozott műsorok száma évről évre emelkedő ütemben nő. Most ott tartunk, hogy gyakorlatilag 8-tól éjfélig folyamatosan feliratozott műsorokhoz lehet hozzáférni, vagy tolmáccsal kísért akadálymentes műsorokhoz. A harmadik jelentős terület a munkahelyekkel kapcsolatos terület, az akadálymentesítési kötelezettség előírásával, infokommunikációs akadálymentesítés elérésével, a tolmácsszolgáltatás biztosításával. Országos tolmácshálózat működik, és ennek a hálózatnak a fenntartását vállalja az állam. Országos névjegyzéket vezettek be, aki jelnyelvi tolmácsként akar dolgozni, az regisztrálnia kell, annak regisztrálnia kell magát. Láthatóbbá vált ez az egész rendszer. Jelenleg körülbelül 150 jelnyelvi tolmács dolgozik, akik segítik, biztosítják, támogatják a kommunikációs akadálymentesítését a jelnyelv használók életminőségének javítását. A jelnyelvi törvénynek köszönhetően megnyílt az út az úgynevezett kontakt jelnyelvi tolmásszolgáltatás előtt is. Ez egy videó alapú tolmásszolgáltatási rendszer. A tolmács személyes jelenléte nélkül lehet távolból is kommunikálni a halló társakkal, illetve egyedül telefonálhat a hallásérült ember is, nem kell tolmács legyen mellette. Munkavállalói oldalról hogy látja, kik azok a fogyatékkal élők, akik a legkönnyebben tudnak beilleszkedni, vagy tudnak a munkaerőpiacon munkát vállalni? A munkavállalók szempontjából kik azok, akik a legjobban be tudnak illeszkedni most a normál társadalomba? Nagyon összetett kérdés ez, ugyanis a fogyatékos személyekre is ugyanúgy érvényes az a feltétel, mint az épp emberek számára, hogy megfelelő iskolai végzettség, megfelelő végzettség legyen, megfelelő munkahely kell ehhez, vagy olyan munkahely, ami szabad idézőjelben. Tehát ahova fel tudják venni ezeket a személyeket. Tehát jelenleg nem áll így ez a helyzet. Segíteni kell őket, hogy integrálódhassanak a munkaerőpiacra, munkavilágába. Támogatott foglalkoztatási kereten belül, vagyis a munkavállalók által, munkavállalóknak biztosított kezdvezmények által, például a rehabilitációs kártya nagyon fontos, ennek segítségével a munkáltatók járulékkedvezményben részesülnek, vagy a munkadóknak biztosított munkabértámogatás, ez is egy nagy segítség. És így már motiváltabbá válnak a munkadók is, hogy megváltozott munkaképességű személyeket alkalmazzanak. De az ideális az lenne, remélem, hogy a közeljövőben, vagy a távoli jövőben ez meg fog valósulni, hogy a foglalkoztatékos személyek ugyanúgy fogyatékos személyeket ugyanúgy alkalmazzák a saját képességüknek megfelelően, mint a többi éptársukat. Ez lenne a cél.
addig nagyon sok tennivaló van még. A munkavállalók és a munkaadók felkészítése egyaránt, nyitott áttétele egyaránt nagyon fontos lenne.